Intézményvezetői megbízásokról döntöttek a közgyűlés elején a képviselők, 7 oktatási intézmény élére választottak vezetőt. Döntött a közgyűlés arról, hogy a Megyeház utcában a Tolnai utcai óvoda tagintézményeként egy új intézmény alakul, mintegy 50 óvodai férőhelyel. A korábban Boldog Gizella óvoda épületét a székesfehérvári egyházmegye ingyen adja át a városnak 7 évre. Az egyházmegye tette lehetővé számunkra azt, hogy se vételárat nem kellett fizetnünk, se bérleti díjat, tehát úgy jutottunk hozzá az ingatlanhoz, hogy abban annak felújítása után azonnal megkezdődhet majd a nevelőmunka. Azt hiszem, hogy a mai világban ez egy nagyon nagy felajánlás volt az egyházmegye részéről, Székesfehérvár egész részére. Én biztos vagyok benne, hogy az az 50, 60, 75 gyermek jól fogja magát ebben az intézményben érezni, és a szülők pedig egy kicsit fellélegeznek, hiszen kicsit könnyebb lesz óvodai férőhelyet találni Székesfehérváron. Zárt ülésen tárgyalták a képviselők az Alba Airport Kft.-vel kötött szerződés módosítását. Mint a Székesfehérvár polgármestere elmondta, a befektetőknek, valamint a sportrepülést folytató Albatrosz Egyesületnek is volt egy javaslata, ezekről kezdenek tárgyalásokat a következő hetekben. A közülés azt a döntést hozta, hogy ezek a javaslatok egyébként nem zárják ki egymást, mi azt gondoljuk, hogy össze is hangolhatók. Következő héten tehát egy újabb tárgyalást fogunk tartani, most már együtt a befektetővel és a sportrepülést képviselő Albatrosz Egyesület képviselőivel is bízom benne, hogy a következő hetekben sikerül olyan megállapodást kötni, ami végre a holdpontról kimozgatja ezt az ügyet. A Himerházban mintegy 150 négyzetméternyi helyiséget adott térítésmentesen bérbe a Pannon Egyetemnek a város, ugyanis a Közép-Dunántúli régió meghatározó felsőoktatási intézménye szeptembertől logisztikai mesterképzést indít Fehérváron.